Na szevasztok srácok, üdvözlök mindenkit, én Maluka vagyok, és elérkeztünk ez a legújabb videómhoz, és bizony, mint ugyan a címből láthattátok, ma egy igazán különleges és érdekes videót hoztam el nektek, mert hogy ma minden egyes blokkból csak is egyetlen egyet használhatunk. És így kell építenünk valami nagyon menőt. Gondoljatok bele abba, hogy itt van ez a metal blokk, vagy itt a fa blokk, vagy bármelyik blokk, és ugye ebből kényelmesen húzhatjuk ugye a falakat ide és oda. De nem ma. Mert hogy bizony úgy kell alkotnunk bármit, akármit, amit csak tudunk, hogy minden egyes blokkot csak egyetlen egyszer használunk fel. Értelemszerűen a liftet, a húzogatót, ha egyáltalán kell mit benne húzogatni, a festéket, meg ilyenek dolgokat, azokat többször felhasználhatjuk. De például, ha kádat kell tennünk, vagy ezt a cápás valamit, abból csak egyet tehetünk. De szerintem nem is ezek lesznek a húzós részek, hanem inkább az alapanyagokat fogjuk megszívni rendesen. Na de hogy mégis mit fogunk ma építeni? Mi az, ami így lehetséges egyáltalán? Picikét gondolkoznom kellett videó előtt, hogy mi az, amit meg tudnék építeni ezekből a blokkokból, és így gondolkoztam, hogy kéne kerék bele, ha már van, tehát gurulnia kéne, de csapágyat is csak egyet tudunk használni, és ugye ahhoz, hogy guruljon valami, ahhoz kell csapágy is. És akkor így, jön a vonat, megvárjuk. Szóval, mi lehet az, ami egykerekű, gurul, értelemszerűen, és mindent fel lehet használni. Talicska. De a talicska mégsem annyira extra, ezért legyen utánfutó. Egykerekű utánfutó. Jó, kicsit érdekes, de kivitelezhető. Na hát erre gondoltam persze, hogyha videó közben átalakul valami mássá, akkor miért is ne. Végül is a sok berendezési dolgot, például itt van a kád, az ágy, a párnák, a mindenféle, ezeket is fel fogjuk, vagy hát fel tudjuk használni, úgyhogy ha olyan, akkor akár egy ilyen sátras utánfutó, vágjátok sátor nélkül, de lehet benne lakni, akár egy olyan utánfutó, amiben kert van és ilyen növényeket ültetünk bele, bármi, ez majd építés során fog eldőlni, minden esetre, hát szerintem kezdjük el. Tehát mindenből egyet. Liftet is, egyet lerakunk, azt úgy marad. Na jó, nem, liftet azt tologathatjuk. Szerintem kiveszem ide ezeket a blokkokat, amiket biztosan fogok tudni használni, de mégsem. Mert hogy nem ezekből kéne az aját megcsinálni, hanem olyan blokkokból, amik nagy területet fednek le. Ilyen például a staircase landing, az ágy, de azt most még nem akarom ellőni. Ja és igen srácok, hogyha esetleg valamiből véletlenül kettőt használnék és én nem veszem észre, akkor kérlek azt jelezzétek kommentbe, de csak kedvesen meg kultúráltan, mert én is tévedhetek, lehetek figyelmetlen, de próbálok azért igyekezni, hogy ne legyen mindenből semmiből kettő. Na igen, szóval megvan a kerék, ez már gurulni úgy, ahogy tudna, és akkor ezt valahogy, ezt a kereket, ezt körbe kéne építeni. Ahhoz viszont nekünk szükségünk lesz egy ilyen segédblokkra. Lehet a Big Wheel fog kelleni nekünk, lehet a Big Wheel-t fogjuk használni inkább. Ide már akár egyből lehetne is tenni valamit. Ugye azért kellnek ezek a segédblokkok, mert hogy bizony, hát ugye ezek nem maradnak meg maguktól, kérem szépen. Tehát, hogy nem tudjuk a sajnos egymáshoz csatolni az ilyen nagy termetű blokkokat, úgyhogy meg sajnos még ide se tudjuk, mert ugye belelóg a kerébe, úgyhogy arrébb kell valahogy költöztetnünk ezeket. Aha, két fát használtam, gyerekek, szóljatok. Aha, nagyon-nagyon prima. Csak fordítsuk meg lehetőség szerint. Ja, igen, igen, pontosan így. Itt van ez a raklap, hát ezt eddig miért nem használtuk, gyerekek? Na szép. Ez mondjuk így egyen hosszabb lenne. Ajjaj. De mondjuk lehet, hogy megérni. Jó, próbáljuk meg. Egye fene. Ide valami közé esetleg. Egy lámpa. Nagyon prima. Hány blokk széles ez most? Kérem szépen. 5 blokk széles. Hú, akkor viszont ide még 3 kell. Necces, necces. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Á, ez így biztos, hogy off. Várjál, akkor ide rakjuk a polcot. Így. Hajjaj, nagyon Tetris lesz ez. Ezt használtuk már? Dehogy használtuk. Jó, akkor ez kérem szépen. Ez így ide tökéletes is lesz. Ide valami 3x3-as esetleg. Töltsük ki ilyenekkel, van itt egy szenzor, egy rádióm, az mekkora? Egész pacek. Akkor ide jöhet egy timer szépen, tökéletes, és egy logic gate, ami egy, nem is logic gate, hanem controller. De akkor már jöjjön ide egy logic gate. Tessék, csókolom, kitöltöttük azt a teret. Oké. Ez a része akkor egészen szépen meg is van. Itt ezt a részt kéne már csak beépíteni. Ez egyébként egyre jobban haladunk. Itt vannak ezek a node blokkok, azt hiszem ez a node blokk, bár ebben nem vagyok biztos. Ebből van 4. Simán. Építkezésre. Tökéletes. És pont így kiadja így a teret. Jaj, de jó. Nagyon jó. Belelendültünk. Egy electric engine, srácok? Pont oda? Pont oda lett tervezve? Azt mondjátok? Pont oda. Pont oda, kérem szépen. Nagyon jó. Jó, a srácok, szerintem készen van az alja egyébként. Ez ha olyan, akkor már tudna gurulni. Valami oldal kéne neki, meg ilyen húzó dolog, amivel ugye kocsi után tudjuk kötni. Ez legyen egy ilyen például. Jöhet is. Nincsen közepe megint. Ajjajjaj.
Gyönyörű, egyszerűen mennyei. Akkor építhetünk neki valami falat. Amihez előszeretettel használhatjuk ezeket a táblákat. És ide kéne egy... mondjuk egy stop tábla. Oké, van falunk. Nem a legópébb, de épp elég kópé. Oké, a táblákat elhasználtuk. Jöhet ide előre is valami fal. Jöhet simán egy kerítés. Ez bunker lesz, srácok, bunker lesz. Egészen szépen építjük körbe, simán ablak is jöhet erre. Nem fogjuk zokon venni. De persze rossz irányból tesszük le, mint szokásunk. Tökéletes. Mindenféle ablak jöhet. Aj, de jó, még panorámás is lesz, gyerekek. Csak megint rosszul raktuk le, hát nem hiszem el. Ablakrakást, ezt igen, külön órákat kell vennem Zondától, hogy megtanuljam az ablakrakást. Jó, talán így már jó. Persze, hogy jó. Okés. Nyugi, még én sem tudom, hogy milyen lesz. Jó, ez az oldala kifejezetten szép lett. Ezen még itt van mit csinálgatni. Ide jöhet valami kettes. Mi nem volt még? Na mi nem volt még? Ez meg mi? Nem baj, oda pont illik. Oké. Hosszú, vékony. Ez. Hop. Jó, és ezt elsőre jól raktuk. Na zsír. Jó, ezekből az itemekből még nem is használtunk. Ez a piros meg mi? Ez nagyon nagy. Na már csak ezt a részt kell valahogy megcsináljunk, és onnan már nagyon jók vagyunk. Ezek közül még nem mindet használtam szerintem. Te egyelőre egyébként nem is annyira jó, de nem csúnya, de hogy egészen ügyesen használjuk ki a teret egyelőre. Na ide kéne még valami hosszú, vékony. Itt vannak a suspensionök, ezeket nem is használtuk még, jó? Ez ilyen kicsike. Ez mi ez a szélkakas? Nem baj, jöhet. Dárda. Egy, kettő. Jó, nagyon jó. Jó, akkor jöhet egy ágy ide, meg párna, mondjuk így ide. Meg a párna. Ide jöhet egy szobanövény, egy sarokra, egy másik szobanövény, egy másik sarokra, egy harmadik szobanövény. Jöjjön ide, így, nagyon szép zöldek leszünk. Jöhet ide egy mutatóujj, ez így rád mutat, hogy te ott, figyelj oda. Kéne valami ágyú, hogy tudja védeni magát az emberünk. A simán jöhet, ja, de így, hogyha lelövi. Az mondjuk jöjjön ide egy oldalra. Akkor kell a cápát, azt mindenképpen fel kell valahol használnunk. Akkor az itt elől díszelegen, így, vagy... Nem, ide tesszük előre simán. Így, ez így baromi pacek. Teszünk neki lámpát, meg esetleg egy rámpát. És így egyébként ez egy egész komoly túlélő bázis lett, mint te mondjak. Gyerekek! Ez egy ilyen ultra túlélő bázis. Úgy érzem, hogy megoldottuk a feladatot, halljátok. Megoldottuk ezt a feladatot. Na akkor eljött a drámai pillanat, srácok. Mi szerint, hogy hát hegesszük össze a dolgokat. Kérem szépen, így lehet, hogy nem fog sikerülni a hegesztés, de azért megpróbálom. Hát ezzel nem is biztos, hogy fog sikerülni, sőt biztos, hogy nem fog sikerülni. Na, hegesszük itt a Zonda autóját. Audiát. Így mondjuk. Prima. Igen, tökéletes. Nézzük meg. Jó, egészen stabilnak tűnik. Hát srácok, akkor nézzük meg, hogy mit sikerült kihoznunk. Sőt, figyeljetek, ha már olyan, akkor legyünk szívesek összekötni a lámpákat. Na nézzük meg, mit alkottunk menet közben. Lámpáink égnek, talán ott hátul is ég, látszik. A mi kis túlélő bázisunk. És megy, és elviszi a Pisti. Na egészen korrigálható. Hát mondjuk, hogyha a Walking Deadből jönnénk, akkor ott azt mondanám, hogy srácok. Ezzel túlélnénk, túlélhetjük, minden esélyünk megvan a túlélésre. Meg kell tanulni igaz vezetni, mert egyébként tartható egyenesben, csak picikét trükkösen. De egyébként figyeljetek, minden esélyünk megvan arra, hogy túléljünk. Ne fordulj be, jó? Egyenesbe. Így. Prima. Na jó, srácok, akkor megmutatom nektek, hogy mit sikerült alkotnunk úgy, hogy minden egyes blokkot csak egyetlen egyszer tudtunk felhasználni. Nem is tudom, milyen nevet adjak neki. A bázis. Legyen a bázis. A túlélő bázis. Az egykerekű guruló túlélő bázis. Jó, hova szaporítsuk tovább? Gyakorlatilag minden megvan rajta, ami kell. Autó után tudjuk húzni, ha esetleg nagyon erősek vagyunk, ilyen bitang erősek, mint egy Audi, akkor esetleg el tudjuk húzni kézzel, de erre nem feltétlenül fogsz valószínűleg sor kerülni. Így néz ki kívülről, csodáljátok meg, kérlek. Itt hátul tudunk rá felszállni, jelez, hogy igen, te ott, ne gyere, de én jöhetek. Van lámpája, ugye a közúton fontos, hogy ki legyünk világítva. Itt a kerék, amin gurulunk. Van itt neki egy ülés, hogy innen tudjuk élvezni a kilátást a menet közben. Itt egy ágy, amin aludni tudunk, itt egy csuka, amiben van egy levágott láb. Mindegy. Teljes mértékben zöldek vagyunk, ugye, ki vagyunk teljesen virágozva. Tudjuk fogni az adást, akár még kávézni is tudunk. Itt van a budi, itt a csap, meg tudunk mosakodni, úgyhogy gyakorlatilag minden megvan ahhoz, hogy túléljünk. Persze kell egy bitang erős
kopó ahhoz, hogy elvontasson minket. Ja, meg persze tüzelni is tudunk, kérem szépen. Sőt, ha olyan, akkor meg tudjuk csinálni azt, mivel nincsen kapcsoló, de amúgy csak kapcsolót használnék, hanem gombot, ezért meg tudjuk csinálni azt, hogy szépen összekötjük a spadgunt a gombbal, úgyhogy, úgyhogy srácok. Még fegyverünk is van. Persze az Audinek az ajtaja az meggátol ebbe, de alap esetben be lenne csukva. Úgyhogy még fegyverünk is van. Jó. Na, szétadom. Itt cápa, a díszünk, az igazi díszünk, sőt még főzni is tudunk. Van egy thruster, amivel hát nem feltétlen szükséges használni, de van. Ja, ne is mondjam, panoráma ablakok, itt kézmosásnál, meg budizásnál főleg. Baromi jó a szellőzésünk, arra nincsen panasz. Úgyhogy szerintem srácok sikerült teljesíteni a kihívást, viszont öntsétek el ti a komment szekcióba, hogy ez milyen lett, és írjátok le, hogy 10-ből hány pontot érdemelnék, úgy, hogy vegyétek kérlek figyelembe azt, hogy minden egyes blokkot csak egyetlen egyszer használtam föl. Továbbá írjátok le, hogy esetlegesen volt olyan, hogy egy blokkot többször használtam, de szerintem nem, tehát így az üvegekre is figyeltem, hogy más legyen, mindenre odafigyeltem. De lehet azért becsusszantak hibák. A kocsinak a blokkjai azok nem számítanak, azt hozzáteszem. De így szerintem itt a csapályon kívül, innentől indulva szerintem már nincsenek ugyanazok a blokkok. Na jó, srácok, nagyon-nagyon szépen meg szeretném köszönni nektek a figyelmet, hogyha tetszett a videó és szeretnétek még ilyen kihívásokat, akár zondával, akár így egyedül, akkor mindenképpen dobjatok egy hatalmas lájkot és iratkozzatok fel a csatornára. Webshop link és Instagram len van a leírásban, kérlek kövessetek be, én Baluka voltam, találkozunk legközelebb is, sziasztok!